Üdvözlök újra mindenkit, és szép estét kívánok nektek, kedves Esport 1 TV, a Magyar Esport TV nézők. Ti továbbra is élőben láthatjátok a csatornánkon a Six Major Rally közvetítést. Ugye ez egy nyílt kvalifikációs szakasz, ahol most tart a Major tulajdonképpen, mert ez már a Majornek hát az előszele, hogy így fogalmazzak. A Salamandert követjük továbbra is, eddig egy win, egy lose, megverték a magyar Nekrotikot, kikaptak a spanyol... hogy is hívták őket? Bocsánat, nem jut eszembe, mert mindig a spanyolokról, mindig a Vodafone Giants jut eszembe. Movistar Riders, igen, tehát kettő nagy spanyol csapat van, és hogyha az egyik eszembe jut, akkor a másik nem, de igen, Movistar Riders-től, ahogy azt láthatod a szünetben, volt pár replay is. És most következik egy francia ellenfél, a Le Six Stack, ez a nevük. Ez egy mix csapat, külön erre a Major Qualira álltak össze, 4 napja csinálták az ISL-akot egyáltalán. Osztárk, Bistu, Jetix, Pipu, vagy Pipu, és lett Bistu inkább, és MMM. Még a Salamander az ugye a szokásos ötös tulajdonképpen, kivéve Strike-ot, aki helyén rep fog játszani. Jelenleg 2 Salamander játékosra várunk, hogy ők is csatlakozzanak a lobbyhoz, és akkor utána majd pereghet is a mérkőzés. Viszont amíg várunk, addig akkor gyorsan tekintsük át a rangsort, vagyis hát én tulajdonképpen áttekintem és elmondom nektek. A legjobb magyar csapat jelenleg a Level Up eSport 5. helyen áll 2-0-val. Egyébként az első 20 csapatban olyan nevek vannak, mint Forze, Gamer Legion, Avantgarde, aztán Hufros, Foreign 5, Soon to be named Demise, Turtle Esports, T3H, Wind and Rain, komoly csapatokról beszélünk, tehát brit nemzeti bajnokság résztvevői, német nemzeti bajnokság résztvevői, stb. Tehát komoly csapatok vannak itt a topban. Aztán a következő csapat az Magyarországról a Salamander, 64. jelenleg, egy 1-1-es mutatóval, tehát nyilván még hátra van 4 mérkőzés, szóval, vagy bocsánat, 5 mérkőzés van hátra, hogyha nem kapnak, hogyha abból a következő lehetséges 5 meccsből maximum csak 2 vereség, akkor igen, még 5 meccs van hátra. Egyébként a Maybe an Org 73., ők is magyarok, Nekrotik 82., Lucky Strikes pedig már kiesett, aki még magyar volt. Megérkezett rep is, úgyhogy már csak egyetlen egy emberre várunk, és akkor mehet is a mérkőzés. A Six Stack egyébként, ahogy néztem, ugyan erre a Major Qualira állt össze, de már góforoztak a hétvégén, hogyha jól gondolom, és mindjárt meg is nézem, hogy milyen eredményt értek el. Azért az úgy, ahogy elmond dolgokat egy csapatról, szóval ha megengeditek, akkor azt most gyorsan megnézném. Azt mondja, hogy igen, azt hiszem egy 27. hely, hát igen, az azért nem annyira fényes, verhető csapat, tehát én ismerek belőle ebből a csapatból egyetlen egy játékos, de az sem azért, mert annyira nagy játékos, most tényleg nem akarom megbántani, meg semmi ilyesmi, hanem azért, mert Faceit-en játszottam vele, de igazából ennyi. Tehát abszolút verhető ez a Le Six Stack, egyébként rankokat tekintve sajnos sokat nem tudok mondani, mert mindenki unranked, ahogy nézem, 1 gold 2-jük van, igen, a többi másik 4 játékos az unranked, viszont ilyen 1,5 és 1,0 között mozognak a KD-k, tehát azért nem rosszak a srácok, azt semmiképp sem mondjuk, természetesen nem mindegy, hogy milyen rangban 1,0-as a KD-d, mert hogyha copperben, akkor annyira nem jó, ha diamondban, akkor meg az kifejezetten jó, én úgy gondolom. Doggy közben megerősíti, hogy jön az utolsó ember, aki egyébként Vioza, ő még nem tartózkodik a lobbyban, de Reb, Banzai, Robza és Doggy Father már itt vannak, úgyhogy mehet hamarosan ez az összecsapás, ami egyébként 10 órára volt kiírva.
Hát igen, most már egy kicsit csúszunk. Lehét nullázza őket a Salamander, tudjátok, és akkor behozzuk. Egyébként én úgy érzem, hogy ez az utolsó mérkőzés, amit ma közvetítünk, szóval szurkoljátok még ki magatokból a maximumot, mert következő lehetőség már nem lesz rá. A Salamander még ugyan lehet, hogy fog játszani, mert még ma lesz egy forduló, tehát úgy van, hogy az első négy forduló az ma van, 23.30-ra van kiírva az utcsó, de azt már lehet, hogy nem fogjuk adni. A Salamander készen áll, reméljük, hogy a másik csapat is. Így van, akkor kezdődjön ez a mérkőzés, és menjünk vissza a borderre. Tehát meg is érkeztünk erre a nagyon ikonikus pályára. Le Six Stack kezd támadóban, a Salamander pedig védeni fog az első játék részben. Lássuk a Salamandernek a bannoltját. Capitão az előző mérkőzésen is ugyanitt borderen a Capitão-t bannolták. Hát a Le Six Stack nem hiszem, hogy nézte az előző meccset. Bár ha nézték volna, akkor elég sok mindent tudhatnának most a Salamanderről. Na lássuk, hogy... mi a következő ban? Egy Nomad, hoppá, Vióza, elég sokat nomadezett az előző mérkőzésen, úgyhogy most az nincs ott, mint lehetőség. De bent maradt a Ying, ugyan nagy Ying player, annyira kiemelkedő nagy Ying player már nincs a Salamanderben, hiszen Kapcsi volt az, még a Rift név alatt, aki nagyon sokat Yingezett. Most jelenleg nem tudnám azt mondani, hogy valamelyik Salamander játékos olyan igazi nagy Ying main, szóval meglátjuk, ez a Nomadben lehet inkább számukra rosszabb volt, mint a Ying az előbb. Kikerül egy Mira még a Le Six Stack-től, és aztán a Salamander bannul utolsóként, hát én nem lennék meglepve, hogy egy Echo lenne. Lássuk, hogy tényleg ez lesz-e. Igen, Echo kikerül, úgyhogy a Capitão, Nomad, Mira, Echo bannolt négyessel vágunk neki ennek a mérkőzésnek. Nos, hova megy a Salamander? Úgy néz ki, hogy Armory Lockers és Archives az, amit választanak a magyar játékosok. Egyébként, ha jól gondolom, a Le Six Stackből mindenki francia, ennek majd mindjárt utána nézek egyébként, mert ugye van egy svájci, MMM, aki most a Zofiát hozza, ő svájci, többiek franciák. Mert ugye már megint Vodafone Giants-et akartam mondani, a Movistar Riders-ben volt brit játékos is, és volt francia is, tehát nem csak spanyolból áll, de egy spanyol többségű csapat volt. Viszont akkor most már tényleg kezdődjön itt borderen ez az összecsapás, tehát a Le Six Stack kékben, Salamander pedig sárgában induljon, és lássuk, hogy megint győzedelmes tud lenni a Salamander itt a borderen. Nagyon örülnénk nekik, nyilván az előbb ez egy sokkal, hogy is mondjam, kiegyensúlyozottabb meccs volt, akár az én szempontomból, hogy hogyan kommentáljam, nyilván nem lehettem akár egyik, akár másik oldalnak a pártfogója. Viszont itt, amikor magyar játszik külföldjén, akkor azért bátran szoktam buzdítani a Salamander, tehát egy foci meccsen is nyilván hajdúbi, a magyaroknak szurkol, stb. Hogy tegyétek ti is ezt cseten, hogy jöhet a Riadi Hungária, és a mindig jól megszokott buzdítások. Elkezdődik az első action phase, és ez egy very heavy támadás. Pipu az az egyedüli játékos, aki máshonnan érkezik, úgyhogy ha már ő ennyire különc, akkor nézzük pont őt. Felől jön MMM. Ugye van egy, vagy hát volt, bocsánat, egy olyan nevű Rainbow Six csapat, elég sikeres Rainbow Six csapat, hogy MNM, ugye Molotov and Marshmallows, de leigazolta az R6 line-up-jukat a Natus Winsor, úgyhogy most már Dokiék nem az MNM név alatt játszanak. Hát a Zofia pedig szintén nem, mert MMM, de nem összekeverendő, gondoltam ki. Beszéljünk egy kicsit Repről, aki standingként játszik ezen a mérkőzésen, Strike-ot helyettesíti, akinek el kellett mennie dolgoznia.
Ugye jelenleg a Salamander az egy félprofi csapat, tehát a játékosok félprofi benne. Ha jól vagyok értesülve, akkor kapnak fizetést, de nem ez a főállásuk. És éppen ezért ugye Strike-nak mennie kellett. De erre egy kiváló pótlás lesz szerintem, mert rollban abszolút illik a Strike-nak a helyére, mert tényleg ő is ilyen strike-hegyi játék most. Hoppá, pipű, ez gyönyörű volt. A Buck-kal egy hatalmas négy, hát pont rep emlegetett Samar bánja ezt. Hát ebben a körben már nem fog ő csillogni, villogni, de reméljük, hogy a mérkőzésen még bőven fog. Mindig a fal, na, Banzai meglátja a körmezőt, igen, de valahogy nem tudja lelőni, úgy igazán nem volt jó szöge rá. Dogi le tudja lőni az ablakra a felrepülöző tipit, hogyha jól gondolom. Itt volt a Buck-kal. A Sark. Itt van a Termite-tal. Nézzük közben, Jetix is már próbálkozik egy kicsit közelebb kerülni a Sight-hoz. Hoppá, Viózának beakad a headshot a Jägerrel. Banzai Sight-on fekszik továbbra is, és próbálja nézni, gyönyörű headshotot oszt ki a Thatcher-nek. Erről van szó, Chris, így kell ezt. És aztán a Termite, na, meg lehet. Ezt, ha lelőnné, akkor már meg lenne a kör, szerintem repülözik, azt hiszem, igen, itt MMM a... igen, itt fent a szendvicsen, de esik, és Vióza lezárja ezt a kört. Vióza, ez egy tripla kill volt, jól számolom, de közben nézzük a replayt, itt van egy, és aztán ott van még egy nagyon szép megmozdulást láthatunk Viózától, így kell ezt. És igen, ez egy triple kill volt Viózától. Erről van szó, Vió. Így tovább. No, de nézzük meg akkor. Ó, hát ez nem ez a meccs. Hello! Hát mi történik itt, kérem szépen? Valami félre ment. Úristen. Úgy néz ki, hogy mégsem nézzük meg, kedves hallgatóink és nézőink, ez az előző egy-két pazar killt. Kis technikai hiba, elnézést kérek ezért. Nyilván az, amikor az ember egyszerre csinál négy munkát nagyjából, akkor hibázhat, nézzétek ezt el nekem. De majd a következő killeket mindenképpen visszanézzük. A site, ahova most érkezünk, az a Ventilation és Workshop. Már nyilván a közvetítésben is úgy általában egyébként is sokat beszéltünk arról, hogy hogyan célszerű ezt védeni, a Salamander most ennek függvényében készülődik. Ami érdekes lehet az, hogy itt tripla fallal nem kezdenek semmit, bár nem is jellemző, hogy azt ők erőltetnék. Itt van viszont ugye az egyik egy Shreemforcer, a másik nyitva. Én megmondom őszintén, hogy én egy kicsit biztonságosabbnak érzem azt, hogyha mind a kettő nyitva van, hogy egy kicsit több kontrollom legyen a site felett, ők tudják, meglátjuk, hogy mit hoznak majd ki ebből a körből a magyar srácok. Ketten érkeznek nyugatról, hárman pedig délről. Oszár fog drónozni. És MMM ezúttal nem Zofiákhoz, hanem Est, ami talán picit agresszívabb operátor, viszont a utility-e kevesebb. Ez azért a két tankasson, két impactet nem vált le, úgy gondolom, kettő breaching round, annak egy nagyobbat robban, többet sem ez mondjuk. És eldobálta mind a három stunját így egyből MMM. Érkezik még egy, de ez most már Oszártól, Tipútól pedig jön a gránát, így belesebez Robzába. Még egyszer, ajjaj, ez így nem lesz jó, Robza, és hal, sajnos hal Robza, szinte azonnal, de Banzai rifregel egyet, na lássuk, lesz-e még egy, Banzai kéne egy kill ezzel a Maestroval, látja, hogy ott van a diffuser egyébként kint, és na, megvan a kill, ott van még az ikus, Banzai két kill is szerezhet, ez nem biztos, hogy a legjobb döntés, ez a shotgun, pláne 3 töltény itt a kézben. Itt van a három támadó, és Banzai leinjörölődik. Nem tud neki senki sem segíteni, úgyhogy itt lehetett volna Banzainak két kille, de helyette inkább ő hal meg, és felszedik majd MMM-et. Nevezetesen Pipu.
Rap, Bihusa és Dogi élnek. Itt 3v4-ben találják magukat. Nézzük, Doginak 3 gáz gránátja is van még. Dogi, csak lőttem volna, ha már ilyen szépen rácélzok falon keresztül. Na, nincs meg az IQ. De még meg lehet, mondjuk 6 töltényre lehet rá kéne tölteni. Igen, ezt érzi ő is. Most ezt megteszi Gabi. Na, ott van az IQ. Oj, de szép, te jó Isten. Mit pakol Dogi? Na, még egy? Nem? Shotgunra lehet esetleg. Ujj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 
kimozog előle. Ez az, ez nagyon szép volt. Na, meglátja a fejét? Ott, nem is értem, hogy hogy nem látta meg. Ez hogy néz ki Dogi szemszögéből? Jön rá a drón? Jön rá a drón. De nem jön be ide. Nem jön be egész ide. Ajajaj. Leglopol a Thatcher is. De jó Isten, Dogi kéne egy jó flank most gyorsan. Tartja az? És nem tartja. Kettővére, mint Dogin még nagyon-nagyon sok múlhat. MMM közben. Lassan elkezdi tenni majd a diffuser. Raptől egy double kill és a triple kill. Hogy befejezze a kört. Wow, rap, erről van szó. Beilleszkedik a teambe nagy gyorsasággal. Így is van. Egy két kill itt a végén, három kill pedig összességében zárja ezt a kört. 2-0 a Salamandernek, kedves nézőink. Dogi nagyot pakolt, rap nagyot pakolt. Most már tényleg nézzük meg, mert most már megtudjuk. Itt volt Dogitól, nagyon szép ki. Utána lehetett volna még egy, meg volt egy nagyon jó flank pozi a hátba, de azt nem tudta igazán kihasználni. És aztán Raptor itt ez gyönyörű ugyancsak, azt tudom mondani. Úgyhogy folytatódik az összecsapás. A magyarok vezetnek 2-0-el a franciák ellen. Ennek nagyon örülünk, hát maradjon így. Ugye eddig 3-ból 3-szor védőben kezdett ma este a Salamander, és védőben jól megy nekik, minden védőfélidéket megnyerték eddig. Hát kettő körre vannak attól, hogy ezt is megnyerjék, ez az egyik mondandóm. A másik pedig, hogy ha egy támadásban egy nagyon picit hozzá tudnának tenni, akkor akár a top 10-be is oda lehetne érni, mert nagyon rosszul hangzik az, hogy most 64-ek, de két win és ott vagy a top 10-ben, tehát igazából nincs semmi veszve. Tehát ne ijedjen meg senki. Ahogyan a top 10-ből ugye most 5. a level up, bármikor le lehet esni, nagyon gyorsan. Egészen a 50. hely környékére, tehát ez oda-vissza működik, mert ez egy olyan rendszer, hogy aki az első körben nyert, azok a csapatok játszanak a másodikban egymás ellen, utána a harmadikban a második és az első kör együttesen legjobbja, és így tovább, tehát mindig a legjobbak játszanak a legjobbakkal, legrosszabbak a legrosszabbal, közepes csapatok a közepesekkel, és éppen ezért, hogy is mondjam, a rosszak közül a legeslegrosszabb kiesik 3 kör után, utána 4 kör után, és így tovább, a legjobbak közül pedig szépen lassan emelkedik ki mindig a legeslegjobb. Hát reméljük, hogy ez a Salamander lesz a végén, vagy hogy legalább a Salamander ott lesz a legjobbak között. Na már lassan 1 perc el is telik, eddig többnyire csak drónozással telt támadó részről. Ki van itt? Robza! Nagyon tud menni a Vigil-lel. Gyerünk Robza, ne hagyd magad! Why you do this? Pont meglátta a drón ugye a lövés és a találat között. Most közben a Six-Tech megtalálja a bombát, hát nyilván ez csak ilyen kis érdekesek, hogy most potolták fel, egyébként nyilván tudják már egy ideje, hogy itt van, ujjjjjjjj, MMM. Na, érkezik a flash, Robza ebből vajon mit lát, gyorsan nézzük meg. És átmozog, aha, MMM, Vioza, le tudja lőni őt, hogy micsoda Vioza. Na gyerünk, ez nagyon szép, le kéne még egyet túrni valahogy, nem jön össze. Viszont esik az Ash meg a Vigil, ez nagyjából ugyanolyan jön mind a két csapatnak. Talán ez egy kicsit nagyobb fájdalom, mert van reaching utility, még a Vigilnek igazából csak a fegyvere meg a time burn. És így is azért Robza egy másfél percet kibírt. Na, Vioza és Banzai itt lent. Na, indulhat a Banzai, gyerünk felfelé, lépcsőn. Ezt fogja tenni pontosan Banzai, miközben Rap Office-ban próbál túlélni, mert már Fontaine felé is vannak. Banzainak közben meg van egy kill.
miért váltok le róla, ugyebár ez a kérdés. Dogi alkot hátsó lépcsőn, Jetix és hoppácska, biztű, egy gyönyörű kill itt közben customsben. 2v3 az ő szemszögükből. Új, micsoda, ki volt ott? Mi? Vioza? Why you do this? Mindjárt beírom chatre, hogy láttad, ott van, menj be jobbra és ellövöd. Nem, most meg fogja látni Vioza. Pikkel, és Vioza gyönyörűen ellövi. Erről van szó, Vio, double kill a körben. Egyedül marad Jetix. Na, repet le tudja ellőni. Azt mondja, hogy Rapifier-ről, és aztán úristen, ez az ifjú halad. Micsoda, ennyi HP-je van még, ez a találat érte ebben a körben. Deagle-le rep, és aztán hát ezt nem kellett volna. Megvan Jetixnek ez a frag késsel. Hát rep nyilván nagyon, nagyon nem örül neki. Nincsen diffuser, nincsen semmi. Igazából arról lehet szó, hogy kimenti ezt a KD-t. Nem tud már más csinálni Jetix. Már Dogival sem találkozik, úgyhogy a Salamander megnyeri a harmadik köt, 3-0. Hát lekopogom jó hangosan, hogy halljátok. De hát eddig ez elég egyértelmű, reméljük, hogy ez így is marad. Igen, szép kört láthattunk most. Úgyhogy ha már ennyire szép volt, akkor idézzünk fel belőle egy-két mozzanatot. Ugye itt látjuk azt, amikor biztő ellövi Customsben az egyik Salamander játékos, aztán Vioza tudja majd a utolsó előtti franciát kiiktatni, és végül itt Rep egy kicsit túlságosan agresszív, és lekéseli őt Jetix az IQ-val, úgyhogy jövünk a következő körre. Érkezik egy Montaigne, miközben gyorsan ránézünk a scoreboardra, ha megengeditek. Igen. 5 kill Viózától, 5-0, egy félisten ez az ember, én mondom nektek. Robza, hát ő is félisten, csak ő most a másik felét mutatja meg. Egyébként pedig a Le Sixteknek nagyjából annyi kill-je van így összeadva, mint Viózának egyedül, úgyhogy tényleg, ha ezt a formát át tudná menteni a következő pár körre, vagy akár mondhatnám azt is, hogy a következő fél időre, a Salamander, akkor az nagyon jó lenne, hogy szurkoljatok nekik, szurkoljatok a magyar srácoknak. Ha esetleg többet szeretnétek róluk megtudni, akkor felkiáltja Salamander, parancs mehet chatbe, ugye akkor eltalálhattok a weblapjukra, vagy pedig a Facebook oldalukra parancs segítségével, és akkor megismerhetitek őket, érdekességeket, mikor játszanak legközelebb, stb. Meg természetesen a mérkőzéseknek a statisztikája is fent lesz, hogyha jól vagyok informálva. Mi ez? Micsoda ez a uniform, te jó Isten? Hát nem mondom. Van egy ízlése a tisztelt úriembernek. Oké, ugorjunk. Azt mondom, hogy nézzük, mi történik itt Rappel CC-ben. Aha. Hát ő jelenleg itt passzívan, Robza break roomban, ahogy ezt megszokhattuk tőle itt nyúttal. Na itt a kontakt, megvan Pipünek felülről, ugyebár ez a frag. Ó, jön ki, ne, teszik, és nem kapja a füstöt, nem kapja a füstöt, kérem szépen, a hibana, hogy lehet ez? Dogi, ez most már nagyon későn megy ki, próbálja a platformon jelenni, Robza, ez egy gyönyörű C4. Esik a Montaigne, de ez így is egy nagyon-nagyon nehéz ríték, hiszen crossfire-je van Sight-ra az ellenfélnek. Törik Pipünek a shieldje ugyan. Jetix, ó, ki ez hátba? Robza? Igen, Robza. Robza melletted? Ajj, nem baj, nice try. Dogit közben felszedi Rep, mármint nem úgy. Aztán Jetix még egy kill, Rapid próbál még valamit összehozni. Longármója, ajjaj! Na, meg lesz! Ajj, MMM le tudja lőni őt, és aztán még Repet is, hát igen, bocsánat, Viózát, elnézést kérek, ugye Rep volt az első kill, utána pedig Vio a második. Hát sajnos ez egy ilyen bicikli, becsúsznak ilyen körök, hogy hopp Montaigne, hopp hiba van, nem kapja a füstöt, és Deer Plant. Igen, sajnos megesik, ezt most egy kicsit benézte a Salamander, de ne csüggedjünk, mert azért nem olyan
nagy dolog, maradjunk ennyiben, nem világvége. Itt felülről fogjuk látni azt, ahogyan azt hiszem Pipi lövi le az első magyar játékost a körben. Aztán itt rep próbál longarmolni, ez nem rossz elképzelés, de nagyjából 4 másodperccel a diffuse-ból még amikor van, akkor ellövi őt a sledge, és aztán érkezik, és rápakolja Viózára is. Ezzel pedig 3-1 az állás, still vezet a Salamander elég magabiztosan, de nagyon jó lenne az a, az, az első játékrészt biztosító 4. pont. Na, ezt hol kívánja vajon összehozni a Salamander? Szóval, hogy Armory és Erkheiz megint nem meglepő módon, ugye az első körben nyerték, a 4. nem, szóval most megint jöhetnek ide. Hát igen, változtatás az van annyi, hogy Robza Valkyrie-t hoz, Banzai pedig Meister-t, ugye ha jól emlékszem, akkor az előbb Robza mutozott például, tehát van egy kis ugye, gadget deny helyett, vagy gadget counter helyett, most egy kicsit több intel van. Banzai-tól én jónak látom azt a Maestro-t, mert egyébként jól megy, mert 3 kije van vele, azt hiszem. És ugye Viótól pedig az Elite Dog, tehát az abszolút érthető, jól tolja a srác a dokkal. Honnan jönnek a támadók? Ez itt a kérdés. Óhó, Vióza! Amikor azt mondtam, hogy jól tolja vele a srác, akkor ilyesmire gondoltam, majd de kár, hogy egy másodperccel lemaradtunk róla. Igen, sajnos ez így van. Na, és a Sledge-et nem tudja ellőni. Na, Ripik Sledge, nem ajánlom Viózával szemben. Tehát az ő szemszögében ez így néz ki, tehát semmit nem látsz konkrétan. Na, Vióza. Néz ki, tudom, hogy kívánod. Szerintem most, de látta, hogy keresztbe futott. Viszont ez ennyi. Dogi, ajaj, látja kamerán, hogy érkeznek office-ba. Robza alulról én csak feldobnám azt a feldobandó C4-et. Szerintem ő is ilyesmit fontolgat, hát aztán MMM fejből lövi Viózát, sajnos most ez rossz végén állt Vióza a headshotnak. Közben a hibán nyitja a falat, ó, repnek megvan Pipű, érkezik hátba Jégerrel. Itt szembe nehéz lesz, ó, rep még egy kill. Ki ez a srác, jó Isten. Hát Strike mire visszajön, Strike lesz a csere és rep lesz a main line-up, ha ez így folytatódik. Nézzük, Robza, Office, ugye rádióhoz az a kolja, annak a résznek oda próbál píkelni, Office ablakhoz egyébként. Van ez a drón, feljött úgy, hogy a C4, de kidobta a C4, csak nem talált be, ha jól gondolom. De lehet, hogy elmisszeltem. Banzai-tól még egy kill, egyedül van a Sledge. Ugye csak Vioza halt, pont ő ölte meg. Nézzük, el tudja lőni Robzát, egyelőre nem. Szembe van vele, Banzai! Az szép. 5. kör után 4-1 a Salamandernek. Erről van szó, srácok. Majdnem Robzát is ellövi. Aztán pedig Recoilt lehúzza pontosan rá a Sledge fejére. Így kell ezt, kérem szépen, így kell ezt. Úgyhogy ha esetleg az előbb pislogtatok, akkor még egyszer a rend kedvéért. Itt van, ahogyan Banzai kiosztja ezt a killt. Nos, akkor jöjjön az első játékrész utolsó köre. Azt mondja, hogy a magyar harcostársak lejönnek ide a Ventilation és Workshop site-ra, ami azt jelenti, hogy megint egy felső védésre kell számítanunk, és alul sok rotationre, ezt Doggy Father fogja biztosítani, Rep pedig valószínűleg felhozza a 4 Wire-jét, így is van. Vióza, ő is itt van, tesz Wire-t, ugye Repnél sok Wire-re gondoltam, itt Viózánál már Barb Wire-re, vagy Razor Wire-re. Robza, na nézzük a kamerákat, mit látnak a szemei az Elite Valkyrie-nek. Jön ez az exit kamera, és aztán a szemetes is. Ez
pompik? Lehet azt fogjuk látni Robzától? Én nagyon adnám, úgyhogy nézzük gyorsan. Robza, mire lesz elég? Itt ez a Black Eye. Na, hát igen, nem lát csak minden. Nincsen igazából infója arról, hogy itt a közelben lennének. Egyszerűen azért, mert nem nincsenek a közelben. Előbb volt el egy támadó, mert elmozgott. Ez Hibana volt, Oszark. És ez megint egy... office side take. Tehát nem erőlteti igazából a le six pack... bocsánat, stack, nem pack. The six stack nem erőlteti ezt a CC double wall, inkább ezt az office felől menjünk be, mert legyen lépcső kontrollunk. Igazából ez is egy jó elképzelés, hogy erről egyáltalán nincsen gond, ezzel kapcsolatban nincsen gond, ők ezt csinálják. Csak az nem tudom, eddig nem nagyon jött be. Itt a ing egyébként, ugye, ami most nincs kibanolva, az előzőn ki volt. Érkezik egy... Oppá, szette, nem, már szedett a Vioza ADS-e. A stunt megint kiszedi. Érdekes, hogy ezt a stunt kiszedte, de a Candélát nem. Megvan ez a néd is, Robza. C4-et csak bedobnék itt a közösbe. Ujj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 
Mi történik, amikor Jetix lelövi Repet 3-3 ellen? Tipű, bejön a Buckkal, nem talál meg senkit. Jetix. Aha, felveszték a diffuser-t a támadók. Itt a... Ajajajaj, Robza, ez így nem jó. Nem jó, kimutat C4, de ha jól gondolom üresen. No impact esetleg úgy is szokás mondani. Fölnyitnak Robza, ez egy nagyon okos döntés, hogy itt kimozgott. Nézzük, Dogi mit csinál, hogy nagyokat szokott alkotni ezzel az SMG 11-el. Itt kézben alulról felfelé, ezt már láthattuk Clubban is, és láthattuk az előző mérkőzés, ami az előző körökben tőle. Aha, érkezik Robza a flankre, hát itt egyelőre nincsen támadó, akit meg tudni ezzel lepni. Drónoznak ketten, biztos ő itt van. Dogi, ajajaj, kettő tűz közé szorul most tulajdonképpen. Salamandernek a kapitánya, nagy szerencséje, hogy Jetix nem ide néz, csak Nem, be se néz oda. Nem. Na, most viszont nem lennék Dogi helyben. 3, 2, 1. De szép ez a sarok. Mi lesz itt? Már annyira érdekel, hogy kinyeri meg ezt, mert itt vannak már. És végül a smoke öli meg, te jó Isten. Oké, és aztán felülről rápakolja Jetix még ezt az utolsó két banzájra, de Robza hátba lövi. Ez pedig azt jelenti, hogy a Salamander nyeri 5-1-re az első félidőt. Nagyon szép megoldások, szép egyéni megmozdulások, erről van szó, így kell ez, srácok, így tovább. Kettő körre mindössze a magyar együttes attól, hogy összehozzák ezt a győzelmet. Azért első félidő után, vagy egy félidő után azért 5-1-be lenni, az azért nagyon-nagyon jó egy major qualin, úgyhogy minden elismerésem, mert amúgy nem gyenge csapat ez a Le Six-tek, inkább csak nem összeszokott, én azt mondanám, tehát egyénenként jónak tűnnek, mert azért vernek nagy hediket, meg stb. De inkább azt mondanám, hogy úgy látszik, hogy nincsenek úgy kifejezetten összeszokva, tehát tényleg csak most álltak össze erre a kvalira. No, akkor térjünk vissza a játékhoz, és vessünk egy pillantást gyorsan arra, hogy hogy állnak a játékosok. Vióza, vadállat, és egyébként hozza a vadállatot is. Ja, Lion-t először látunk a mai nap, Lion-t pikkelve, ha jól gondolom. 7-3-ban, hát erre kíváncsi leszek, hogy hogy fog elsülni. Másik oldalon Jetix és MMM, akik próbálkoznak. Itt még Rapnek van 6 ki, nagyon szép. Igazából a Salamander az meccsek óta tényleg kiegyensúlyozottan flaggel, együtt mozog a csapat. Ezt nagyon jó látni, majd erről beszélünk Fauval, mert ez egyébként egy pozitívum. És hát a másik csapat az pedig tényleg így kettő ember próbálja vinni, vagy maximum 3. Ketten le vannak maradva. Na nézzük a támadást, és hát nézzük ezt a vadállatot, hogyha már szóba hoztam. Nézzük, Vióza 3 E1D scannel és 3 stunnal mit fog csinálni. Ugye nemrég a Lion átesett egy nerf, hát mondjuk olyan egy szezonja van, vagy még egy kicsit több is, ugye az Invitational után jött be, tehát igazából pont egy szezon óta van ez a nerföld
Lion, bár ugye kapott buffot is mellé, tehát inkább balanszolva lett, inkább tweakelve lett, mintsem nerfölve, inkább ez talán pontosabb kifejezés, gyorsabban tudsz scannelni, és többet, mint eddig. Ettől függetlenül azért összességében gyengébb, azt mondhatjuk. Megnézzük, mennyire marad a kompetitív játékban. Sokáig karanténban volt, úgymond. Tehát a vadállatok azok nem bírják sokáig Ketrisben, hogy most kitört és újrahozható ESL mérkőzéseken. Hoppácska, Robza nyitja Fontaine-t. És jön Viózától a Pure Steel, és azt tudtam volna még egy kicsit, hogyha már be volt spotolva. Bocsánat. Ettől függetlenül azért ki lehet még használni a következő két scan. Pipűnek megvan Banzai, esik a Thatcher, közben meglátják alul, meg ugye kólolva is van a kill miatt, valószínűleg a Pulse. Na, jújjúj, indul hátba, biztő. Mit kapott itt szegény rep, te jó Isten. Dogi viszont, oppá, oppá, oda rakja a headshotot, így is van. Aztán Robza is kapja a headit. Úgyhogy 2v, nem most már csak 1v3-ban, Vioza a Lion-ön. Na gyerünk Vioza, mutasd meg. Nincsen semmi utility-e, két fegyvere van, jó sok tölténye. És a skije, meg a lehetőség a dropshotra, tehát így ennyit tudtam felhozni pozitívumként. Pipű lelövi Viózát végül szép pikkel, ugye Vioza NSL-i is, ez egy nagyon szép, igen, ez egy gyönyörű one-tap volt, úgyhogy tényleg megérdemli a nice shotot itt a Pulse. Nem ilyen lovacskát akartam, mindegy, hanem inkább ilyet. Oppá, itt volt, amit majd látjuk, hogy mit pakolt Dogi, ez gyönyörű volt, és aztán pedig itt a Pulse, ugye, fogja és egy gyönyörű van tepet kioszt Viózának, így az állás, így hogy nyert még egy kört a Le Six Stack, most 5-2 van, továbbra is közelebb van továbbra is ugye a győzelemhez a Salamander, mint a Le Six Stack a Salamanderhez. Tehát ez egy nagyon kényelmes pozíció, nem szabad, hogy bele kényelmesedjen, hogy bele aludjon a magyar csapat, ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy ez meg kell, hogy legyen, tehát nem érzem a srácok játékában, hogy annyira remegnének. Ez most oké, elbuktak még egy kört, megesik. Ide jöttek a franciák a Ventilation és Workshopba. Itt érkezni fog biztosan egy Valkyrie kamera. De nézzük, hogy hova. Na, tehát ilyen kidobjuk, és majd lesz valami kamera jellege volt. Hát valamennyi információ biztos lesz róla. De én azért, ugye tudjátok, aki ismer, hogy nagy Valkyrie mainnek tartom, nagyon azért jobban szeretem úgy dobni a Valkyrie kamerákat, hogy tényleg úgy előre kigondolom, hogy hova fog menni és mit fog látni, mint ez a oké, kinyitom az ajtót és akkor kidobom. Mondjuk lehet, hogy olyat akart, pont, nem tudom. Csak úgy tűnt. Na de, akkor nézzük a Salamandernek a lendületes támadását. Banzai teszi Claymore-ját ide a hátsó lépcsőhöz. És aztán jön Sight, hát már micsoda, Vioza is itt van Sight ajtóban. Why you do this? Vioza, be kéne píkelni, vagy stun, és aztán pík, hát erre kíváncsi vagyok. Na, balra lesz. Aha, na, mi lesz ebből? Balra nézzél, Vio! Erről van szó. Hát leugranak neki hátba és lelövik. Nem baj, good job. Esett a mute egy C4 vele együtt, úgyhogy igazából nem olyan rossz ez így. Na itt nézzük Robza, itt vele szemben, jújjúj, kezében nem fegyver volt. Na, ugye ez jelenleg egy 4v2 a Salamander javára. Nagyon jó, oldalba akar érkezni, Pipű,
És ez, igen, ez szép volt, ez szép volt, ezt meg kell hagyni. Le tudja lőni Robzát elég magabiztosan. Dogi. Te az injured lassan begyűjthetni egyébként a... Aha, igen. Begyűjthette és be is gyűjtötte. Dogi felülről! Közben Pipő próbálkozik a Kesszöllel, de nincs meg Dogi, még mindig 20 HP nagyjából a cséká. Itt van egyébként Rap. Itt Concussion-t azért így egy perccel a vége előtt még mindig nála van, mindig négy lőhető téma, azért azért ez mégsem járja. Na, most hogy csak, de most oké, hogy Pipő szépen játszik, minden lőjük már le. Banzai próbálkozik, rápűtel és nem tud ellőni. Na, alulról! Ah, belesebez csak. Gyerünk már, halhatatlan ez a srác, komolyan mondom, kiégek, megviszem el. Mit, mit pakol ez az ember? Jó Isten, jó, hát ez good job, nice round tényleg a The Six stack-től, különösképp Pipütől. Hát igen, ez itt most nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna mi Salamander szimpatizánsok. De azért nézzük meg, mert voltak szép pillanatok ebben a körben. Vihozza fogja, besétál site-ra. Ez óriási volt. Aztán rápakolja az ellenfélre. Esik a mute, aztán itt van Pipő, kifut Robzára. Ott a szép headshot, szép felismerés tőle. Robzának nem volt toppon most a situational awareness-e. Aztán begyűjti Dogi az injured. És aztán tényleg ez a, ez a Pipő srác. Ez itt nagyon, nagyon agresszívan játszott, és szépen lezárta a kört, úgyhogy jöhetünk a következőre. Na 5-3, tehát most van annyira a francia team a magyartól, mint amennyire a magyar a győzelemtől. Ennél közelebb ne engedjük őket, én azt mondom, srácok, tehát oké, hogy most egy kicsit szusszantunk, nem baj, a Pipőnek volt egy jó köre, stb. Jó, mondjuk egyébként több is, mert szerintem ő az első. Igen, tehát 8-et pakol, az azért az elég jó, tehát a Doginak és Vionnak van a másik oldalról ennyi. Szóval, oké, most a Pipő nagyot ment, stb., de mi lenne, hogyha most inkább lehoznánk ezt a kört, nagyon-nagyon szeretném. Nyugodtabban tudnék kasszolni. Nem kapnék infarktust, amikor a Pipő fogja és rápíkel valamelyik magyarra, hogyha mondjuk 6-3 lenne a következő körben. Na, érkeznek a mieink itt Vellinél. És jönnek Westről is, nézzük Dogot. Hát ugye eddig Doginek a mai játékát egy 5-ös skálán, én azt mondom, hogy 3,6. Not great, not terrible. Egyébként ez nyilván 5/5. Csak Dogival hatalmas Chernobyl sorozat fanok vagyunk, és egymás közt ilyen napokig tudunk küldözgetni a különböző mémeket. Shout out Bad Guy. Hoppá, rep! Azaz! Nagyon szép, ezt kell tovább görgetni, ezt a golyót, ezt a hógolyót, aztán Banzai is, erről van szó, már csak 3 van, szembe Banzainak megvan még egy kill, erről van szó, Banzai.slmdr double kill. Oszark és MMM, hogyha nem hozzák le, akkor matchpoint lesz 3 körön keresztül a Salamandernek. Na, MMM. Ja, csapattársát láttam meg, oké, semmi, Caster's gonna cast. Feljön Oszark, feltolja, ez mondjuk egy jó felismerés. Hát igen, Banzai helyében én sem aggódtam volna, hogy pont ott fog valaki majd drónozni. Ne, ezt most már ne hagyjuk, tehát szép megmozdulás itt a smoke-tól, de azért több kill csak nem kéne. Itt rep nézi a hatchet. Most amúgy le kéne ugrani site-ra, beconcussionozni a Maestro-t, lelőni, letenni, és addig a 1v3 litékben lenne a smoke, és pontosan ezt fogja csinálni a magyar csapat. Mondjuk igaz, hogy nem a Maestro-t lövik le, hanem ugyebár a smoke-ot. Érkezik a stun, az igen, az gyönyörű kill itt MMM-től, de lekerül a diffuser. 1v2, repnek megvan az utolsó kill, gyönyörű munka és gyönyörű játék itt Reptől. Felnéz az Ofiával a plant után, és kitappolja a Maestro-t. Erről van szó, utána pedig üzenetet küld az Evil-Eye-nak. Gyönyörű, gyönyörű kör, ott volt egy kis megingás a közepén, úgy érzem. De ettől függetlenül azért többé-kevésbé szépen lehozták a magyar úri emberek. Banzai, amikor a banditet hátba lövi, így is kell. Aztán itt
majd a Smoke pakol egyet, aztán itt jön Dogivel szemben, és itt pakol még egyet, double kill a szártól, ez szép volt, de sajnos nem ért sokat. Itt félig tesselve, aztán félig prefire-ölve egy hatalmasat lő MMM, de aztán amikor már rámegy repre, így postplant, akkor egy egyszerű double tappel meghal. Úgyhogy az állás jelenleg 6-3, 3 meccspontja van a Salamandernek arra, hogy rendes játékidőben lehozza ezt a mérkőzést. 9-et lő MMM, 8-at pipű, de hát a másik oldalon ugye póker a 8-asokból. Dogi, Rap, Banza és Vióza is 8-at lő, Robza pedig ugye azért az 5 assist azért az elég kemény, de ő inkább most supportolgat, hogy helyenként killeket tartalmaz a játéka, és ő így segíti a csapatát Hibanával. Egyébként érdekesség, hogy korábban Robza és Rap egy csapatban játszottak, még a Team Plague-ben, vagy Plague-ben, ki hogy mondja, így is halljuk, még maguktól a PLG-sektől is, és úgy is. És akkor pont Rap-től vette el Robza az Entry Fragger szerepet, amikor oda ment a PLG-be. Hát itt most teljesen más feladata van mind a kettőjüknek. Abban szerintem egyet tudunk érteni, hogy azért itt Vióza a legjobb választás Entry Fraggingre, pláne is, hogy nincs Strike. Nézzük, mit lát Vióza tündeszeme. Én azt mondom, nyerjük meg ezt a kört, ha szabad ugye TPR1-ben fogalmaznom, vagy nyerje meg a Salamander ezt a kört, és akkor alhatunk nyugodtan, ugye akkor már lesz még egy győzelme a Salamandernek. Ma még egy meccsük egyébként lesz, 23:30-tól. Én például azon gondolkozom, hogy lehet azt is kéne közvetíteni, ezt írjátok meg mindenképpen, hogy szeretnétek-e azt is megnézni, vagy már fáradtak vagytok, és inkább nem. Hogy vagytok vele, néznétek-e még egy negyedik mérkőzést is, avagy inkább már mentek aludni. Robza is megy aludni, MMM ez önri volt, egy double-t itt egyből tesz az első félben, a tizedik körben. Úgyhogy 3-4 ellen most magyar szempontból. Ki kéne tapolni, így van zaj, nem baj, lehet még próbálkozni. Dogi érkezik, itt még van egy négye, de valószínűleg itt van ADS, meg egyébként nem hiszem, hogy annyira egy helyben marad. Na jaj, ki jön flanken, jön a smoke flanken, ez baj. Osszártnak megvan Banzai, esik a Thatcher, hát lehet, hogy még egy kört fogunk látni, ha csak Rep és Dogi nem kapcsolnak God Mode-ba. Mondjuk lehet, hogy ezt meg tudják tenni igazából. Benne van, a handba lövi Dogi Jetix-et. Ez szép tőle, Rep közben Injure-be kerül alulról. Hát ez pitú, ezt nem tudod előni, mert Rep fel kell, és nem tudja előni, nem tudja előni az ellenfelet. Doginak közben megvan még egy hit, 2v2, hozható akár, hozható. És így Dogi lekint, én nem tudja letenni, pláne úgyhogy van pulz, és mondjuk CD-je már nincsen, tehát azt arra mondjuk lehetne plantelni füst után, ami nincsen véletlenül, úgyhogy megmondom őszintén, most nem tudom, mit kezdenék a Salamanderesek helyében, de ezért én vagyok a kommenterősök, a játékosok. Na jó, oké, Banzai, vagy ki vagy, Dogi. Tehát ez itt mi, az viszont gyönyörű triple kill az úriember részéről. És azaz, nagyon jó, Dogi, erről van szó. Ez a diffuser, le fog menni, ezzel itt nem tudsz mit kezdeni, kedves tipű. Egy riték helyzetben találod magad, ha nem hozod le, akkor pedig buktátok a meccset. Tehát igazából nincsen nagy nyomás szegény pipűn, de nagyokat pakolt, vigyázni kell vele. Rep tartja azt az angle-t, ahonnan érkezni fog a francia úriember, lelövi. Úgyhogy Rep kijével ugyebár érdekes módon nyeri a Salamander ezt a mérkőzést. GG! Well played, de inkább W-vel. A Salamander 7-3-ra elhozza a második mérkőzését, ez pedig azt jelenti, hogy jelenleg 2 győzelemmel és 1 vereséggel állnak, nagyjából a 30. vagy 20. hely környékén, hogy mindenképpen majd meg fogjuk nézni a tabellát is, és közben írjátok le, hogy szeretnétek-e látni egy
negyedik mérkőzést itt közvetítve a magyar adásban. Itt van még az utolsó körnek az egy-két legfontosabb pillanata. Ugye itt Oszártól ez egy szép flank, és aztán pedig dogi, amit itt megy, hát az tényleg, ez az egyik legszebb dogi kör, amit valaha láttam, pedig azért párat már láttam és kasztoltam. Ezek itt, ezek a zseniális killek, és aztán a game sense, hogy asztalra plentel, tényleg elismerésem. Pipi megpróbálta, tényleg jól játszott az egész mérkőzésen. Ahogy MMM is egyébként, ő volt még a másik kiemelkedő alakja ennek a mérkőzésnek, de hát jelenleg ez ennyire volt elég. A Salamanderből mindenki úgy játszott, mint egy győztes csapatban, még a franciáknál én úgy érzem, hogy csak ketten, vagy maximum hárman, talán még Oszárt, akit oda lehetne sorolni. Másik két úriember egy kicsit el volt tűnve. Na de, akkor elérkeztünk ehhez a pillanathoz. Közben azt mondjátok, hogy nézzük meg a mai utolsó meccsét a Salamandernek. Hát, oké. Akkor kereslet, kínálat. Hamarosan jövünk vissza a negyedik mérkőzéssel, de előtte még majd egy interjút itt összehozunk Fauval, úgyhogy hamarosan folytatjuk, nem értek sehová.
Újra itt vagyunk az Esport egy tévén, a Magyar Esport tévén, kedves nézőink, láthatok a Salamandernek a harmadik mérkőzését a mai első major nyílt kvalifikáción, és jelenleg 2-1-ben vannak, ugye egy rossz kezdés után most a jó útra tért, úgymond a Salamander, úgyhogy pontosan ezért van itt megint velem Fauf, a Salamander coacha, hogy ezt megbeszéljük. Szép jó estét mindenkinek! Tehát azt láthattuk, hogy most egy skillben talán viszonylag jó csapat ellen, viszont egy nem összeszokott, egy mix csapat ellen játszottatok. Franciák ellen, akik ugye híresek arról, hogy tényleg skillesek és jól tudnak játszani, úgymond ranked híróként is szoktuk őket emlegetni. Úgyhogy mit láttál a mérkőzésben, mennyire vártad ezt esetleg így előzőleg, hogy ez a 7-3 így elég simának tűnik így utólag? Valóban a játék teljes képei azt mutatta, hogy ennek, illetve az előzmény, ugye amikor megnéztük ezt a csapatot, erre gondoltam én személy szerint, hogy egy könnyű mérkőzés lesz. Azt kell kiemelnem, hogy talán most érte el a csapat az üzemi hőfokot. Tehát, hogy most jött meg mindenkibe az érzés, az a flow, ami már az első meccsen, ha megvan, akkor az talán máshogy alakul. De hát ugye a havval kezdődő mondatoknak nem sok értelme van sajnos. Amit ugye az előző találkozásunkkor mondtam, itt most kijött valóban az, amit az első mérkőzésen tanultunk kommunikáció szempontjából. A támadás is sokkal jobban ment. És hát nem szabad elmenni a zseniális egyéni teljesítmények mellett. Tehát például ugye Repnek a játéka, Viózának a játéka, a Doginak az utolsó körben nyújtott játék a zseniális. Szóval, hogy nyilván csapat érdem, de azért az egyéni megmozdulások nem voltak semmik. Jó, hogy említetted egyébként Repnek a nevét, mert ugye standingként játszott. Hogy láttad, így nyilván nem kellett, hogy a világot megváltsa, de azért egy major qualin azért oda kell tenni magát az embernek. Szerinted akkor mondhatjuk, hogy betöltötte ezt a pozíciót jól? Így van. Repről azt érdemes tudni, hogy na ő az, akit a nyomás és a teher soha nem hátráltat, nem görcsöl be tőle. Csinálja azt, amit tud. És amit tud, az meg zseniális. Tehát egy baromi tehetséges játékosról beszélünk, aki beugorva, taxokat nyilván nem ismerve, teljesen feltalálta magát, és körértékű impact szeregjei voltak nagyon sok esetben. Közben itt nézzük épp azt, hogy Bioza besétált site-ra és hátba lőtt valakit. Ezen akárhányszor megnézem, ezen nevetek. Egyébként ez volt az a kör, ahol Tokása. Nagyon nagy frót éreztem, mert ez egy ilyen 2v5-öt buktatok, vagy valami hasonló, tehát 2v4 volt. Ez a kör, ez tényleg így akkor mondtam, hogy oké, kiégtem, vagy valami ilyesmit, azért elnézést szeretnék kérni. De tényleg olyan volt, hogy volt ez a Pipu nevű csávó, aki a Pulse-t hozta, és egy UMP-vel körbelőtte itt a Office-nak a környékét, és az ott az egy kicsit kellemetlen volt. De ezen a körön kívül nagyon magabiztosnak éreztem a csapatot, és én nagyon magabiztosnak éreztem Dogit és az ő vezéregyeniségét, tehát amit mutatott ingé is, meg azt ugye mi is láttuk a nézőkkel. Milyen ő egyébként, tehát voice comms-ba, tehát hogy mutatkozik meg azon az oldalon? Több IGL-lel dolgoztam már együtt így életem során, és szinte hihetetlen az, amit Dogi csinál úgy nyugodtságban, mint profizmusban. Tehát egy eszméletlenül nyugodt, azonnal nem üvölt, nincs hangos beszéd, felméri a szituációt, minden egyes fregnél tudja pontosan, hogy ebből mi következik, tehát az okozatokat folyamatosan átlátja, és de emellett nem köti meg a játékosok kezét, és hagyja őket ugye a saját individuumokat kibontakozni, hogy abban a szituációban, abban a pozícióban feltalálják magukat, és ilyen egyéni megmozdulásra legyenek képesek. Így van, most látjuk pont Doginak ezt az utolsó körét, lenyűgöző tényleg a Game Sense, hogy asztalra plentel, mert Pulse van, stb. És aztán ugye befejezte ezt a kört, ezzel pedig nyert a Salamander 7-3-ra, úgyhogy gratulálok Fauva
a csapat teljesítményéhez, a köszönjük munkátokhoz, szépen. És sok sikert a következő meccsre. Egyetlen egy kérdésem van még, az pedig az, hogy ugye láttuk, hogy Robza úgy egész nap viszonylag, nem azt mondom, hogy bottom fragger, de úgy, tehát nem ő a top fragger mondjuk ennyiben, hogy ezt ő jól viseli, mert ugye korábban ő entry fragger volt, és ilyen 20-akat lőtt körülbelül meccsenként a PLG-ben. Hogy éli meg azt, hogy most egy teljesen más rolt kell játszani, egy support rolt, mondjuk Hibana meg hasonló? Én úgy érzem rajta, hogy még nem teljesen állt át az agya, illetve a játékstílusa erre a rollra, viszont ami tény, hogy eszméletlenül jól játsza ezt a rollt, csak nem annyira szereti. Ezt ki kell mondani, de baromi ügyes benne. Az, hogy a fregek most annyira nem jönnek neki, mondjuk azt, hogy jobban viseli, mint ezelőtt, de hát próbál profin hozzáállni, és ő annak örül, ha a csapat nyer, illetve hozzuk a köröket. Az, hogy ő nem tud most annyit hozzátenni fregek tekintetében, erre csak magára haragszik sokszor, amit én próbálok vele mindig megbeszélni, nem kell magára haragudnia, hiszen ugyanolyan teljes értékű csapattag, mint bárki más, aki 20-at fregel, meg aki egyet lő, teljesen mindegy. Így van, ugye azt szokták mondani, hogy a support játék a fontos, csak nem látványos ez esetben. Tehát nem egy scoreboard hero ezzel, de ettől függetlenül fontos a láncszem, akkor ezt kijelenthetjük. Akkor sok sikert a következő mérkőzésre, és remélem, hogy majd mondjuk bő egy óra múlva ismét egy győztes meccset tudunk veled ma este ugye utoljára átbeszélni. Sok sikert, és köszi, hogy itt voltál. Nagyon szépen köszönjük.